Sok szeretettel köszöntök mindenkit, főigazgató urat, polgármester urat, alpolgármester asszonyt, vezető asszonyt. De én külön ki szeretnék emelni egy hölgyet ma este, aki nélkül nem lett volna meg ez az este, és ő volt a híd, hogy ide kerültem, és Andreát megismertem. Igaz, hogy a polgármester urat már megtaláltam, mert egyszer oda mentem, Budapesten volt egy rendezvény, és oda mentem hozzá, hogy én vagyok a Batthyány Schmidt Margit, és ott van egy Batthyány kastély. Titkolt vágyam volt mindig, hogy oda valahogy egyszerbe szeretnék menni, úgyhogy ma délután sikerült, mert hogy ott voltunk a Kossuth Zsuzsa gyermekotthonban is. Szóval, hogy kit szeretnék kiemelni, és kinek szeretném ezt a mai napot megköszönni, ezt a délután, meg az egész napot, meg hogy tényleg ez a batyányiság, és hogy ebben meg lehet ezt élni, és köszönöm, Andrea. Konrád Istvánné Bözsi, és ő volt a híd, aki minket összekötött. Köszönöm, Bözsi. És ha megengedik, én igen, ebben a házban most vagyok, vagy az épületben most vagyok másodszor, de én gyerekkorom óta ide járok Bicskemány és erre a környékre. És nyáron voltam, és volt szerencsém egy gyönyörű Zicsi Antónia díjat kapni, ami azt jelenti, hogy a vidéki nőket erősíteni, vidéki családokat, egy kicsit az agrárium, vidékfejlesztés. És ott már mesélhettem egy titkot magamról, mert nem mindenki tudja. Az édesanyjámat szeretném bemutatni, aki Mányon született, tehát itt vagyunk mellette. Mama, légy szíves, mutasd meg magad. És a nagybátyám is itt van, annak is nagyon örülök, Rozovics Márton öcsi. És mostanában hozzájárunk úgy, mint család. És természetesen Mányra, a Kishegyre és a Borospincéjét is megnézzük. Sok közös történetünk van ebből a területről, erről a területről. A családomat azért szeretném bemutatni önöknek, mert nagyon fontos, és az Andrea is ezt mondta, hogy a múlt tisztelete. A múlt tisztelete fontos ahhoz, hogy képesek legyünk megélni a jelent, annak minden szépségével és nehézségével együtt, és építhessük a jövőt. Mi példázza ez szebben, mint hogy családom három generációja ül ma itt velünk? És köszönöm, és hála érte. Még úgy volt, hogy a fiam is jön Batthyány Boldizsár, de sajnos egyetem van, és nem engedték el, és vizsgázik, úgyhogy legközelebb hozom őt is, ígérem. De miért is vagyunk ma itt együtt? Úgy gondolom, egy ősi nemesi családhoz tartozni, és a család új generációjának, gyermekeinek életet adni, képviselni, és átadni a társadalomnak, az őseink által is képviselt örök értékeket, ez nagyon fontos. Székely János püspökatyától hallottam, aki így fogalmazta meg, hogy átadjuk a hitet, a család szeretetet, a haza szeretetet, a föld szeretetét és a közösségi értékeket. Nem elsősorban ez az átadás, ez kiváltság, sokkal inkább felelősség, alázat, és sok-sok teendő. Néhány figyelemre méltó batyányi elődeinktől mondanék egy-két példát, akik Bicskéhez tartoztak. Itt most nem fogok mindent, mert a Péter úgyis később elmondja, de Batthyány Lajos kiemelném, aki az utolsó magyar nádor volt, mert utána már csak Habsburgok voltak a nádorok. Batthyány József érsek, aki kalocsai és esztergomi érsek is lett. Batthyány Fülöp személyét, Batthyány Tivadart. És kettő Batthyányról szeretnék külön kicsit mesélni önöknek, ha lehet. Gróf Batthyány Kázmérről és Gróf Batthyány Lajosról. Használni kívánt és nem fényleni. Ezt mondták Batthyány Kázmérről. És ez is nagyon érdekes, hogy ahogy jöttünk ki a kastélyból, most a gyermekotthonból, és láttuk Bicskének a zászlaját, milyen színű Bicske zászlaja? Kék és sárga. Milyen színű a Batthyányi címer? Kék és sárga. Tehát, hogy nekünk találkozni kellett, Andrea, és ez nem véletlen. De kellett hozzá a Bözsi. Szóval Batthyány Kázmér 1807-től 1854-ig élt. Bőkezű mecénásként jelent meg a magyar közéletben. Az élet minden területén, legyen az ipar, kereskedelem, mezőgazdaság, művészet,
jelentékeny és nélkülözhetetlen anyagi támogatásával tűnt ki. Magyar nyelvű tankönyveket adott ki és jutatott el ingyenesen szegény sorsú iskolásoknak. Bicskei birtokát, ahol mintaszerű gazdálkodást folytatott, mert hogy a gazdálkodás ez mindig is fontos, és a vidék megtartó ereje, felvirágoztatta, a kor legfejlettebb mezőgazdasági eszközeit és eljárásait alkalmazva. Az örökváltságról szóló 1840-es országgyűlési vita végét meg sem várta, mai kifejezéssel élve, hanyat homlok birtokaira sietett és a polgárjogi szerződéseket kötött. Sok ezer holt földet juttatva polgároknak. Igen kedvező feltételek mellett. Hát a jobbágyainak igen. Az országban önkéntesen létrejött örökváltsági szerződések felét Batthyány Kázmér kötötte. Bicskén ez a tevékenysége 6000 hold földet érintett. Katalányom fog beszélni egy kicsit később a Batthyányak, a Bicske és a hölgyek, az asszonyoknak a relációjáról. De én is egy kicsit hadd beszéljek Gróf Batthyány Lajosról. Gróf Batthyány Lajos, akiről mindenki tudja, hogy a Magyarország első miniszterelnöke, aki a magyar küldöttség révén 1849. január 3-án érkezett Windischgrätz tábornok főhadiszállására ide, a Bicskei kastélyba. Windischgrätz a küldöttséget a kastély első emeleti vörös szalonjában, most ma meg is néztem, első emelet 112-es szoba, csupán magánemberként fogadta, de kijelentette, hogy Gróf Batthyány Lajost nem, mert hogy ő lázadó, lázadókkal nem tárgyalok. A küldöttek semmiféle eredményt nem tudtak elérni, az osztrák főparancsnok feltétel nélküli megadást követelt. Sajnos a küldöttség tagjai dolguk végezetlenül immárom az osztrák csapatokkal együtt érkeztek Pestre január 5-én. Itt az osztrák fővezér szabadon engedte őket, Gróf Batthyány Lajost is, azonban rövidesen január 8-án újra elfogadta sógora Gróf Károlyi György pesti palotájában, az első felelős magyar miniszterelnök ettől kezdve börtönben sínylődött, sajnos tudjuk melyik napig, 1849. október 6-áig, vértanú haláláig. A Bicskei kastély a szabadságharc alatt még kétszer volt főhadiszállása az osztrák főparancsnokoknak, és ezt is tudjuk, hogy Batthyány Kázmértól a Habsburgok elkobozták ezt a birtokot. Végül 1914. november 21-én újra Batthyány kastély lett, mikor is a kastély örököse, gróf Károlyi Zsuzsanna, nőül ment gróf Batthyány Gyula festőművészhez, és ő adta el az államnak, a magyar államnak a kastélyt. És most kérem, engedjék meg, hogy egy kicsit meséljek az én küldetésemről, és egy kicsit akkor jobban megértik, hogy mi is az, ami engem mozgat, mert még az Andreára reflektálnék, és nagyon jó ez az átvezetés, hogy nekem kettő misszióm, két küldetésem van, az egyik a Batthyány család, mert hogy bekerültem férjem által ebbe a családba, és nem is az, hogy bekerültem, de két gyermekem lett, és őket nevelem, és igenis ez szép, nagyon szép feladat. A másik feladat pedig a vidéki nőket és a vidéki családokat, és ezt pedig a Magyar Női Unióval teszem. Szóval először akkor a Batthyány Alapítványról, csak az, hogy értsék, hogy mi a küldetésünk, mi a lényegünk. Az alapítvány Batthyány Ádám a férjem 2016-ban hozta létre, amelynek az a címe, ez volt a célja, hogy a batthyányi ősök tettei eljussanak a hétköznapi emberekhez. Ne csak azt tudják, hogy miért van Batthyány, vagy egyáltalán Batthyány utca, hogy helyesen tudják leírni, vagy Batthyány metró megálló, stb. A Batthyány család szellemi és kulturális örökségének ápolása, őrzése. A Batthyány családdal és szellemi örökségével kapcsolatos minden tevékenység és kezdeményezésnek a szűrése. Fent említett pontok alapján ezen kezdeményezések koordinációja. Az alapítvány által is támogatott kezdeményezések megálmodóival való aktív együttműködés. Eddig három nagyobb konferenciát szerveztünk, az volt a cím, hogy Batthyányak és a zsidóság kapcsolata, ez 2014-ben, Batthyányak a reformációban, 2017-ben, mecénás Batthyányak, ez tavaly, 2018-ban, idén pedig Batthyány Lajosnak a halálának a 170. évfordulójára lesz egy konferencia, ami a Felsőházban lesz,
és úgy néz ki, hogy el is vállalta a fővédnökséget Kövér László, és az lesz a címe, hogy Batthyánynak a haza védelmében a 15. századtól az első világháborúig, és valamint biztonságpolitika a napjainkban. Polgármester is úr is utalt a biztonságra, hogy ez mennyire fontos. Együttműködő partnereink, ha lehet mondani, a Magyar Tudományos Akadémia, ennek a könyvtára, akkor a Bölcsészet Tudományi Intézete, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Hadtörténeti Intézet és Múzeum. Ha megengedik, és hogyha Péter megengedi, mondanám, hogy a körmendi boldog, vagy dr. Batthyány Stratmann László Múzeum, és a Pétert is már eléggé, szerintem kb. 20 éve ismerem, akkor született a Boldizsár, és ha lehet, hogy egymást támogatjuk, és anyagokat ad, és lelkesen segít, ahogy mondtad, Andrea, hogy a segítő, igen, hogy a múzeumban nagyon jó együttműködésben dolgozunk. És az Batthyány Alapítványnak a mottói a tudásmegosztás, a generációk közötti párbeszéd és a tradinnováció. És akkor most elértem a Magyar Női Unió Egyesülethez. Ennek a jelmondata, mert hogy őt ezt mutattuk be össze, ne bánts, ne árts, istápolj, segíts! A Magyar Női Unió egy non-profit kezdeményezés 2013-ban alakult meg hivatalos formában. A Magyar Női Unió meggyőződése, hogy a jövő fenntartható társadalmának alapjait képezik az olyan értékek, mint a szeretet, a megbecsülés és a gondoskodás. Küldetésének tartja, hogy népszerűsítse a hagyományőrző és egyben értékteremtő női szerepvállalást, amely ezen értékeket képviseli. Ezt már mondtam, hogy a vidéki nőkre, vidéki családokra koncentrálunk. Munkánk során vannak kárpát-hazai és nemzetközi együttműködések, és Tusnádfürdőt hallottam, hogy mi is dolgozunk Tusnádfürdővel közösen. Tehát hajrá, dolgozhatunk közösen is. Kiemelt hazai szerepvállalásunk. Van az ENSZ-nek a Vidéki Nők Napja, ez minden év október 15-én van, és ezt eddig Kecskeméten, Harkányban, Debrecenben, Kalocsán és idén Tolnán fogjuk megünnepelni. Az Agrárminisztériummal is elég szoros a kapcsolatunk, ott a nőkről, az információról, az innovációról, a digitalizációról, és most lesz a konferenciánk június 7-én, amelynek az a címe, hogy innovatív vidéki női vállalkozások, és itt mutatjuk a szlovák-magyar kapcsolatokat is. Nemzetközi nőnapot szerveztünk a Tudományos Akadémián és a Parlament Felsőházában. 3 család és karrierpontot, ezért sajnálom, hogy még akkor nem ismertük egymást, de ami késik, nem múlik. Csak pont, ez család és karrierpont, ami azt működtetünk, 3-ban veszünk részt Kalocsán, Tolnán és Nyugat-Nógrádon, mert hogy ennek az a feladata, hogy a hölgyeket segítsük a kisgyermek vállalás után, hogy tudnak jobban visszamenni a munka világába. És hogyha megengedik, még egy olyan, hogyha még nem untatom magukat, és szívesen találkoznak velünk még ezen a héten, itt egy kicsit reklámoznám magunkat, hogy ugyanígy a Bicskei Napok keretében szombaton itt leszünk a Bicske Szívepark, nagyon szép neve van, Bicske Szívepark, és az lesz a címe, hogy az egészséges séta, és itt a Corvée módszert fogjuk bemutatni, tehát hogyha valakinek van kedve és ideje, 4 órától fél hatig együtt kicsit sportolhatunk. És ha megengedik, egy záró gondolat, Anatole France soraival, a jövő csupa múltból áll. A múltat feltárni, értékeit a jövő számára megőrizni, nem csak egy népnek kötelessége, de ezen belül élő kisebb közösségeknek is. Köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm, hogy meghallgattak. És akkor én most még itt maradnék, mert felkonferálnám Moritz Péter igazgató urat, hogy az előadását legyen szíves megtartani. És még erről a kiskamara kiállításról, ami itt marad, egy hónapig marad itt a kúriában, vissza lehet jönni, és ha most nem lesz idő, hogy tovább olvasgatni. Köszönöm. Tisztelt hölgyeim és uraim! Szeretnék pár szót szólni a Batthyány család azon női tagjairól, akik meghatározó szerepet játszottak Bicske történetében.
Batthyányné Lobkovics Poppeléva, a gyógyító nagyasszony, Batthyány II. Ferenc felesége. A főúri családok asszonyaira jellemző módon orvoslással is foglalkozott, és ezt tette már a korábban is ismerté. Híres, jól felszerelt patikája volt, a gyógyfüvek ismeretében, orvosságok készítésébe való jártassága tette különlegessé. Poppeléva sokat tett Bicskéért, ezt a birtokot is ő hozta a családba. Batthyány Ádámné Stratmann Eleonóra férje, Batthyány II. Ádám halála után irányította a kiterjedt Batthyányi birtokokat, így Bicskét is, melynek fejlesztéséért sokat tett. Batthyány Lajosné Zicsi Antónia, a Magyar Gazdaasszonyok Egyletének alapítója, aki tetteiben említésre méltó. Tulajdonképpen online képző intézete volt, ahol gazdag és szegény lányokat is oktattak. Az egylet célját, a mai kifejezéssel élve, így fogalmazta meg. Anyagi és erkölcsi eszközökkel és szép példákkal honlányi, női és házi asszonyi tekintetben hatni, buzdítani és gyámolítani mindazon körökben, mely a férfiúi működés és az intézkedés határán kívül esik. Bicskéhez való kapcsolódása férje Batthyány Lajos által van, aki a magyar küldöttség révén 1849. januárjában érkezett Windischgrätz tábornok főhadiszállására, a Bicskei kastélyba, sajnos sikertelenül járt kezdeményezésük. Az 1817-ben született Kossuth Zsuzsanna, Kossuth Lajos legkedvesebb húga, aki maga a Vörös Kereszt előfutára. Zsuzsanna szervezte a gróf Batthyány Kázmér elnöklete alatt megalakult honi védegyletet, valamint ő alapította meg az első Fejér megyei fiúk egyletet. A szabadságharc alatt a tábori kórházak főápolónőjeként megszervezte az önkéntes ápolónői szolgálatot. Így másfél évtizeddel a gyakorlatban előzte meg a Vörös Kereszt Genfi konvenciójának elveit. Szeretném megemlíteni Erzsébet királyné szerepét is a bicskei gyermekotthonnal kapcsolatban. Erzsébet Magyarországon elbűvölő figyelmességgel tett eleget királynéi kötelezettségének. Tudott dolog, hogy Erzsébet királyné szívesen látogatta meg az árvaházakat, szegényházakat, kórházakat, ahova legtöbbször bejelentés nélkül érkezett. Habár utált minden nyilvános ceremóniát, arra szakított időt, hogy a nevét viselő árvaház új épületének felavatásán megjelenjen. Erzsébet királynő emlékét a Bicskei Gyermekotthon dísztermének egyik falán lévő festmény is őrzi. Megemlítésre méltó a Herendi porcelán manufaktúra, amely a kastély egykori lakóihoz kapcsolódó Batthyány minta mellett a főúri életformát és a kézi készítés művészetét is bemutatja. Engedjék meg, hogy egy családi történetet meséljek el a Batthyány minta megszületésével kapcsolatban. Erzsébet királynő, amikor Magyarországra érkezett, találkozott egy fekete gyászruhát viselő asszonya, aki nem üdvözölte az etiketnek megfelelően. Később felvilágosították a királynét, hogy ő nem más, mint a kivégzett első miniszterelnök gróf Batthyány Lajos özvegye, gróf Zicsi Antónia. Egy szép gesztusként a család felé a királyné megrendelte ezt a mintát a címerünk színeivel díszítve, mely a kék és a sárga, ez esetben a király kék és az arany. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és köszönöm szépen az egész családom nevében, hogy megrendezésre került ez az esemény. Köszönjük szépen, és akkor átadnám a szót igazgató úrnak, hogy tartsa meg az előadását. Köszönöm szépen. Előadásomban egy kiemelkedő magyar főúri családnak a történetét szeretném felvázolni, kitérve a bicskei vonatkozásokra. Először is a családnak az eredetéről szólnék néhány szót. Batthyányok az ős vezér nemzetségéből származó 12. században élt Renoldot tekintik első ismertősüknek,
Hogyha megnézik a családfát, bal oldalon látható egy rekonstruált családfa, aminek a bal felső része a Körmendi Múzeumnak a tulajdona, az alsó része pedig az országos levéltárban található, középső része pedig rekonstruált, és az alsó részen láthatóak azok a települések, amelyekhez kötődik a Batthyány család, illetve a családfa, amiből kinő az a Renold nevű ős, akit a Batthyányok az első ősüknek tartanak 12. századból. Tehát egészen az őrs nemzetség vezetik vissza a Batthyányok a származásukat, de ez nem egészen így van, ezt nemrégiben derítették ki, hogy a 14. századig követhető vissza a család története, amikor is Szőke Miklós, egy polgárdin birtokos kisnemes család sarja vette feleségül a mai felső ősön élő kővágóörsi Katalint, és gyermekük bal oldalon látható kis György, aki kővágőrsinek nevezte magát még születése után, gyakorlatilag belekezdődik a Batthyány család leszármazása, hiszen 1399-ben királyi adományként szertett Szabadbattyánra, mai Szabadbattyánra, és innentől fogva nevezi a család magát Batthyánynak. Az 1400-as évek okleveléből aztán nagyon tudatos családi birtok és házasságpolitika körvonalazódik ki előttünk, melynek hátterét vezető politikusok familiáriseiként második vonalban végzett politikai-gazdasági tevékenység teremtette meg. A család első komolyabb katonai feladatokat ellátó tagja Batthyány első Boldizsár volt. Itt látható az ő ábrázolása. Aki kőszegi várnagyként és jajcai bánként tevékenykedett, 1500. december 12-én kelt ősi címeradományozó oklevelében Boldizsár jajca 1490 évi védelmében szerzett érdemeit hangsúlyozta ki az uralkodó. Ez az ősi címer lett az alapja a következő fél évezred Batthyány címereinek. Látható rajta, hogy egy kerektalpú pajzsban egy szikla emelkedik ki, és a sziklában egy barlang található, a barlangból aztán egy oroszlán emelkedik elő, és a szájában kardot tart, míg a címernek a tett, vagy hát a szikla tetején egy fészkében álló pelikán látható, amely a csőrével mellé tép és vérével eteti a saját fiókáit. Ugye az oroszlán a vitézségnek a szimbóluma, a pelikán pedig az önfeláldozásé, és ennek a kettőnek a bizonyítására következő évszázadokban sok alkalma nyílt a családnak a különböző háborúkban, illetve hát az önfeláldozás szimbóluma aztán megjelent Batthyány Lajos esetében is, ugye, aki mártír halált halt 1849. október 6-án. A családból Batthyány első Ferenc volt az, aki először felemelkedett az ország mágnásai közé, az igazi bárók közé, vagyis a legfő politikai irányító arisztokraták közé. Ferenc szerencsére már gyerekkorától együtt nevelkedett a későbbi II. Lajos királlyal, és királyi udvarban nagy termetű erős emberként ismerték, a lovagi tornák ünnepelt szereplője volt. 1525-ben II. Lajos az ország harmadik főméltóságába Horváth Szlavón bánná nevezte ki. Batthyány első Ferenc a rábízott országrésznek a katonáival, 3000 lovassal és 1000 gyalogossal a Mohácsi csata előtt 3 nappal érkezett a király táborába. Bánként a jobb szárny vezetését kapta feladatul, és ez a könnyű lovasságból álló szárny kezdte a csatát a túlerőben levő ruméliai lovasság ellen. Itt látható középen egy Mohácsi csata ábrázolás a magyar seregről. Batthyány vitézül harcoló katonái kezdetben sikereket értek el a törökök ellen, azonban végül a túlerő menekülésre késztette őket a sereg többi részével együtt, és Ferenc is csak nehezen menekült meg a csatából. Egy családi legenda szerint a jobb oldalon látható Szűz Máriás zászlót dereka köré csavarva mentette meg az ütközetből, és így tért haza Németújvárra, a birtokára. Valójában ez csak egy legenda, mert a zászló az több mint 100 évvel későbbi. Batthyány első Ferenc nevéhez és az 1520-as évekhez kötődik a családnak a szerencsés határváltása, hiszen a törökök terjeszkedése miatt a batthyányiak fokozatosan elvesztették a szlavóniai birtokaikat,
viszont Ferenc 1524-ben az oszták határ mentén fekvő Németújvárt, 1527-ben pedig a Hohenzollernnek irodalmat kapta meg II. Lajostól, majd I. Ferdinándtól. Itt láthatók ezek a várak, amelyek aztán a későbbi évszázadokban is a családnak a fő rezidenciái maradtak. Bal oldalon Németújvárvára, középen a Rohonci vár, jobb oldalon pedig a Szalónaki. Ebből a Rohonci már nem létezik, 1945-ben ez megsemmisült. Látható Batthyány és a Ferenc végrendelet, amely a Körmendi Múzeum tulajdonában van. Miután túlélte a Mohácsi csatát, még egészen sokáig, 1566-ig élt, és a sírköve pedig a németújvári Ferences kolostor falában szintén látható a jobb oldalon Vörösmárványból. Szóval a következő jeles személyiség a 16. századból, 1570 és 1590 között volt a családfeje Batthyány Boldizsár, harmadik Boldizsár. Ő elsősorban a könyvek, a botanika és az alkímia iránt érdeklődött. Tudománypártoló tevékenysége ma már jól ismert, nagyon jelentős humanista udvart alakított ki maga körül, amelybe aztán a Carolus Clusius is, a híres botanikust is befogadta. Tehát Boldizsárnak az ábrázolása látható a bal oldalon, a jobb oldalon pedig középen van ábrázolva, amint a császár temetésén a magyar királyság képviseltében a lovat vezeti, címles lovat vezeti. Tehát Carolus Clusiust is az udvarába fogadta az 1570-es, 80-as években, aki jelentős német alföldi botanikus volt. Ő volt az első, aki pannoniai flóráról írt, és nyomtatásban megjelent a műve, valamint őt tartjuk a mikológia, vagyis a gombatan atyának is ő írt az első tudományos művet a gombákról. Nevéhez fűződik a tulipán, a jácint és a nőszíron kis-ázsiai fajainak a földrészünkre kerülése. Úgyhogy igazából Konstantinápolyból a tulipánt ő terjesztette el, mikor visszament Hollandiába, akkor így terjedte Hollandiában a tulipán az ő révén is. Bécsi kertjében termett először burgonya, dohány, kávé és paprika, és valószínűleg ebből juttatott aztán Batthyány Boldizsárnak a birtokai is. Paprika például Magyarországon biztos, hogy Batthyány Szalónaki kertjében termett először. Batthyány harmadik Boldizsár a humanista udvara és alkimiai kísérletei mellett kénytelen volt az oszmánok elleni harcban is aktív szerepet vállalni. Szigetvár ostromakor a győri királyi táborban kellett vesztegelnie, így nem tudott segíteni apósának, Zrínyi Miklósnak, aki ugye híros kirohanása és megölése után elküldték az ő fejét a királyi táborba, és aztán Boldizsár vitte az apósa fejét a temetési menetben Csáktornyán. Az 1570-es, 80-es években olykor személyesen, máskor pedig magánföldesúri katonasága révén vett részt számos dunántúli és szlavóniai portjában, amelyben bosszút állt apósáért is. A jobb oldalon látható szintén a németújvári Ferences templomba, falába helyezett sírköve, amelynek a felirata nem mint humanista tudóst örökíti meg, hanem mint katonát. Következő jelentős személyiség Batthyány II. Ferenc, Boldizsár fia, aki végigharcolta a 15 éves háborút, és 1605-ben megvásárolta a körmendi uradalmat. Hogyha a térképre pillantunk, illetve majd itt látható lesz ezeken a térképeken is, hogy miért volt szüksége a körmendi uradalomra Batthyány II. Ferencnek, hiszen délkeletről érkezett a török támadás, és a mai Burgellandban fekvő birtokok Németújvár Rohonczalónak megvédése miatt szerezte meg a körmendi uradalmat, amely az előző uradalmak az előterében fekszik, így védelmű szolgál ezeknek az uradalmaknak, hogyha katonailag kiépíti ezt a területet, már pedig kiépítette, hiszen 1650-ben a Batthyányak hajdu privilégiumot adtak körmendnek, ez azt jelentette, hogy csak katonáskodással tartoztak, és földesúri szolgáltatásokkal nem. Visszatérve még Batthyány II. Ferenchez, Bocskai felkelése idején a Habsburg uralkodó hűségén maradt, viszont 1620-ban már csatlakozott Bethlen csapataihoz, akivel egyébként egy vallású is volt, hiszen akkor a Batthyányak már protestánsok voltak, református hitű volt.
1621-ben a császári seregek elfoglalták a Batthyány II. Ferenc várait, a Gerebennit, a Rohoncit és a Körmendit. Ezeket sikerült visszafoglalnia, majd a következő évben visszatért az uralkodónak a hűségére. Következő kiemelt személyiség a 17. századból Batthyány első Ádám. Nagyon érdekes figurája volt a magyar történelemnek. 1629-ben katolizált, és 1630-ban grófi címet kapott, valószínű, hogy volt összefüggés a kettő között. 1633-ban nevezte ki őt az uralkodó a Kanizsa elleni végek főkapitányába, és egyben Dunántúli főkapitánya is, és következő negyed században ő irányította a Dunántúlnak a királyi rend és a Végvári vármegyei határvédelmét. Kinevezési évében 2200 katona tartozott vezetése alá, az ő főkapitányság idejét török ellenes harcot töltötték ki, évente egyszer, sűrűbb években többször is vezetett török ellenes portyákat, és ezek közül a legnagyobb az igali portja volt 1641. februárjában, amikor a Tapolcáról induló egyesített magyar seregek átkeltek a befagyott Balatonjegén, majd hajnalban megtámadták, elfoglalták és felégették a Somogy megyei Igarrác Martalócok lakta palánkját. Túlél lakosságot pedig rabságba hurcolták. A 3000 fős magyar sereg 295 rabbal, 68 levágott török és rácrab fejével, rengeteg marhával és állattal tért haza, és aztán a zsákmányt Körmendre rendezett kótyavetyén osztották el. Batthyány első Ádám igazán bátor vérbeli katona volt, nem sajnálta saját testi épségét, életét kockáztatni a török ellenes harcokban, hiszen gyakran személyesen is részt vett azokban, maga 17 török rabot ejtett személyesen. 1654-ben egy székesfehérvári portján gutaütést kapott, de föl tudott újra ülni a lovára és folytatni tudta a hadjáratot. 5 évvel korán, később azonban viszonylag korán halt meg, ehhez hozzájárulhatott a hírhetten részeges életmódja is. Hogyha megnézzük a portréját, akkor látszik is, hogy ez a vonásain tükröződött azért ez a szenvedélye. Naponta tudjuk, hogy 7,2 liter bort fogyasztott, felesége pedig 3,2 liter bort fogyasztott egy nap alatt. És akkor megérkeztünk a Bicskéhez, Bicske első említéséhez, hiszen az ő édesanyjukája révén került a 1609-ben a Batthyány családhoz a Bicske és Mány uradalom. Batthyány első Ádám ezt kiegészítette további vásárlásokkal, és 1642-ben került az ő birtokukba. 17. században aztán különböző a török veszély miatt különböző bérlőknek adták ki, majd a 18. században Batthyány Lajos is vette újra saját kezelésébe Bicskét. Itt látható, mint katona, illetve a Körmenden őrzött Comes Adamus de Batthyány betűkkel jelzett ágyú 1647-ből. Ez egyébként itt van most Tatán, Batthyányok fegyvertára című kiállításunkat ide kölcsönöztük, úgyhogy hogy aki tudja, az ajánlom, hogy nézze meg, mivel könnyebb bejutni Tatára innen, mint Körmendre. Batthyány és Ádám alapította Németújváron a kriptát, a Ferences Kolostor alatt, amely Ausztria második legnagyobb családi kriptája a Habsburgokat követően, és az első részében látható az alapító kegyúrnak a koporsója is a jobb oldalon. A fia, Kristóf és Pál, katonának nevelte mindkettőt Batthyány első Ádám. Kristóf 1664. július 27-én részt vett a Körmendi csatában, amikor is a török fősereg a Körmendi hídon próbált átkelni Bécs felé, Rába északi partjára, azonban Batthyány II. Kristóf és Nádasdy Ferenc 5000 fős serege megakadályozta őket ebben, és a keresztény hadak 5 nappal később Szentgotthárdnál mértek nagy vereséget Köprülő Ahmed vezette török seregre. 1664. augusztus 10-én megkötött vasvári béke megtiltotta a portyázást, így a következő másfél évtizedben csökkentek Batthyány Kristóf katonai feladatai, és a portyák helyett otthon forgatta inkább a buzogányát. 1669-ben fegyverrel verte be felesége Palocsai Mária fejét és törte el két bordáját. Aztán Batthyány első, második Ádám, az ő fia,
1683-ban Bécs ellen indult újra oszmán hadjárat. A hatalmas túlerő közepette a Rába vonal védelmében megbízott Batthyány II. Kristóf és II. Ádám, akinek a bal oldalon látható a lovas portréja, átállt a Tököli Imre kuruc hadai által támogatott török oldalra, majd némi rablást tett Stájelországban, és a következő hónapban, szeptemberben a császári a királyi hadak Kálembergnél megkezdődő sikeres ellentámadás idején csapataival az elsők között tért vissza a magyar uralkodó hűségére. Császári kegyelmet követően II. Kristóf fia, Batthyány II. Ádám fontos szerepet játszott Magyarország felszabadításában, ott volt Buda 1686. évi visszavívásánál, majd ő vezette Székesfehérvár ostromát 1688-ban, a középső képen látható, illetve Kanizsának a visszavívását 1690-ben, ez pedig a kanizsai templomnak a szószékéről készült képen látható, amikor is a később a Batthyányiak tulajdonába került templomot, természetesen a Batthyány kegyurak olyan díszítéssel látták el, ami az ősüknek a dicsőségét mutatja, amikor Kanizsát visszafoglalja a Batthyány első Ádám. Nem voltak ezek klasszikus ostromok, hanem blokádok, hogy spóroljanak a haderővel, illetve a energiaforrásokkal, élelemmel, ezért inkább nem megtámadták a várakat, hanem körülzárták és megvárták, míg a törökök feladják magukat. Így történt a Székesfehérvár és Kanizsa esetében is. Első Lipót 1693-ban Horváth Szlavon bárna nevezte ki Batthyány II. Ádámot, és az a furcsa helyzet állt elő, hogy neki kellett végrehajtani a haditanács által elrendelt várrombolásokat itt a Nyugat-Dunántúl, illetve Horvátországban, és a saját várát is le kellett volna rombolnia, de hát ezt sikerült neki megakadályozni a jó kapcsolataival, úgyhogy a körmendi vár éppen maradt egészen a Rákóczi szabadságharcig. 1700-ban országbíró lett, és a további karrierjét azonban megakadályozta az, hogy 1703-ban hirtelen elhunyt. Batthyány Lajos Ernő részt vett a török ellenes utolsó felszabadító háborúkban 1716 és 18 között, de ő inkább a hivatali karriert választotta, és nagyon gyorsan emelkedett a hivatali ranglétrán, köszönhetően anyja udvari befolyásának, ki nagyon jóval volt Savoyai Jenővel, valamint a szilárd gazdasági háttérnek, amit szintén Stratmann Eleonóra teremtett meg. 1633-ban kinevezték főkancellárrá, és egészen 1746-ig vezette a kancelláriát. 1741-ben került sor arra a híres jelenetre, amit mindannyian tanultunk középiskolában is. Ez a Vitamet Sanguinem jelenet volt az országgyűlésen, amikor az osztrák királynőt, vagy a magyar királynőt fenyegették az osztrák örökösödési háborúban a orosz és koalíciós hadak, és nagyon fontos volt, hogy Magyarország ki mellé áll ebben a helyzetben, és Batthyány Lajos volt az, aki az országgyűlésen felszólalt Mária Terézia érdekében, és hűséges emberének számított, királynő hűséges emberének, ezért aztán 1744-ben meg is kapta az aranygyapjas rendet. Itt látható az aranygyapjas rendadományozási diploma, a jobb oldalon középen a családfa része, amit Batthyány Lajos készítetett, és a bal oldalon a körmendi templomnak a főoltárán levő Batthyány Kinszky címer. 1751-es országgyűlésen aztán közfelkiáltással Magyarország nádorává választották Batthyány Lajost. Gyakorlatilag a király után a legmagasabb méltóságba jutott. Nem lehetett ekkor még tudni, hogy utána magyar már nem fogja betölteni ezt a pozíciót. Ő volt a hét személyes tábla és az országgyűlés elnöke, egyben a nemesi felkerés parancsnoka, Pest, Sor, Pilis vármegye főispánja, valamint a Jászok és a Kunoknak a bírája. 1764-ben megkapta az akkor alapított Szent Istvánrend nagykeresztjét is Mária Teréziától, viszont a rendi jogok védelmezőjeként az utolsó éveiben szembe került Mária Teréziával, mivel nem támogatta királynő adóemelését és úrbérrendezését, ezért kegyvesztett lett, és 1765. október 26-án meghalt. Életének utolsó éveiben a királynővel való megromlott viszonyát jelzi Mária Terézia egyik levele, amely ezt írta:
Ezeknek a nemeseknek a kegyetlenkedésére a végsőkig vitték a szegény embereket. Hinnéd-e, hogy az elhunyt Nádor Batthyány Lajos meg az eszterháziak voltak a legrosszabb fajta elnyomók. Az ember beleborzong, tehát voltak ilyen negatív vélemények is Batthyány Lajosról. Élete során jelentősen gyarapította birtokait, az Intai, a Kanizsai, a Homokkomáromi, a Sejjei, az Alaszentgyörgyi és a Kisbéri uradalmat vásárolta meg, és Körmenden a korábbi várépület felhasználásával barokk kastélyt épített, látható a bal oldalon, a fönt a főépülete a kastélynek, amely megmaradt négy saroktornyos, és a Batthyány Lajosnak köszönhető a belső udvar, amely a épületek által közbezárt terület, és ezeket az épületeket is Batthyány Lajos építette. Említettem, hogy ő vette vissza Bicskét a bérlőktől, és 1754-55-ben 24 szobás egyemeletes kastélyt építetett a településen. A jobb alsó részén látható az a keleti szárnya jelenlegi épületnek, amelyet aztán átalakítottak, de ez volt a Batthyány Lajos féle építés. Felsőképpen pedig a budai dísztéren található palotája látható, ami szintén Batthyány Lajos nevéhez kapcsolható. Batthyányi Károly, az öccse, Mária Terézia elkötelezett híve volt, magyar nemesség egyik hangadója, aki a saját költségén huszárcsapatot állított fel a Habsburg örökség megvédése érdekében, és részt vett aktívan az osztrák örökösödési háborúban. 1743-ban a megszállt Bajorország katonai kormányzójává nevezték ki, 1744-ben cseh területeken szerzett hadi sikereket, legnagyobb győzelmét Pfaffenhofennél aratta, 1745 áprilisában a francia-pfalci seregek felett, aminek köszönhetően a bajor uralkodó békére kényszerült az osztrákokkal. Egy évvel később Károly elérte a tábornagyi fokozatot, és ugyanebben az évben az alsó rajnai német-római birodalmi hadsereg főparancsnokának kinevezték, tehát a katonai elitnek az élére került birodalmi szinten is. Nem csak birodalmi szinten, hanem Magyarországon is fontos kinevezéseket kapott. 1742-ben Horváth Szlavon bán lett, majd 1746-ban az osztrák-német-alföld megbízott minisztereinek nevezték ki 1748-ig. A fontos másik tevékenysége volt a katonáskodás mellett, hogy 1749 és 63 között József főherceg udvarmestere és nevelője volt, vagyis a későbbi második József királyt ő nevelte, és a Habsburg háznak tett szolgálataiért Batthyány Károlyt 1764-ben birodalmi herceggé nevezték ki a magyar főnemesek közül másodikként. Látható az egyik könyvében az Ex Libris, amin már a kibővített hercegi címer látható, amely jóval bonyolultabb, mint az eredeti címer. Az elnyert hercegi címer egyik sisakdíszében marsalbotot ábrázoltak, mely az adományozott Batthyány Károly hadi sikereire és katonai rangjára utal. Itt látható, a hercegi címeré pénzverési jogot is kapott, fölül láthatók a pénzverő tövek, amiben az aranydukátokat és ezüst tallérokat verték. Itt szerény módon a saját arcképét tudta ráveretni ezekre a tallérokra és dukátokra az adott herceg, a hátoldalra pedig a hercegi címer került. És itt látható az a jobb oldali aranydukát, aminek a hátterében a marsalbot van, tehát ezzel is hangsúlyozta, hogy ilyen nagy katonai méltóságot szerzett Batthyány Károly. A puska pedig azért van ott, mert II. József gyerekkori gyakorló puskája, amely ma is a Batthyány fegyvertárnak a része, mivel Batthyány Károly volt a nevelője, ezért kerülhetett hozzá. Itt látható még ugyanez a címer, a marsalbotokkal, amely megjelenik a Siklósi várnak a kapuja fölött, illetve a németújvári kriptában a legdíszesebb koporsó is Batthyány Károly, ennek oldalán is megjelenik ez a marsalbotos hercegi címer. Batthyány Lajos fia, Batthyány József volt ez, aki a legmagasabb egyházi méltóságot ért el a családból. Először kalocsai érsek volt, már 34 évesen, és mivel akkor nem volt esztergomi érsek, ezért a magyar egyháznak az élén állt, már ilyen fiatalon, és 1776-ban pedig esztergomi érsekké is kinevezték, és bíborosi rangot is megszerezte. Mária Terézia intézkedései pártfogolta, viszont szembefordult később II. József reformjaival, és ő közvetített a császár és a pápa között.
Jelentős kultúrapártoló tevékenységet folytatott, iskolákat alapított és megépítette a jobb oldalon látható pozsonyi prémási palotát. Apja halála után 1765 és 71 között Bicske ura is volt, és nevéhez fűződik a helyi katolikus templom barokk stílusú átépítése. Egy kép a királyi koronázásról, hiszen 1790-ben ő koronázta meg II. Lipótot. Itt pedig a templom, amelyek barokk stílusú átépítése a nevéhez fűződik. Kastélyban pedig kápolnát építetett oratóriummal, 1771-ben a birtokot átadta öccsének, Fülöpnek, aki Batthyány Lajos negyedik fia volt. Hozzá is kapcsolódik környékbeli esemény. Batthyány Fülöp részt vett a 7 éves háborúban, ő is katona volt fiatal korában, lovassági ezredes, majd főstrázsamester. Bicskének 1773-ban mezővárosi rangot adott, és vásártartási jogot szerzett, és ő építette a Mányi templomot. Ezután, miután meghalt, öccse, illetve bátyja, Batthyány Tivadar örökölte a Bicskei uradalmat. Itt látható, hát ő kilógott a családból abból a szempontból, hogy műszaki érzékkel volt megáldva, és ipari vállalkozásokat folytatott. Először is Bécsben és más külföldi iskolákban tanult gépészeti tanulmányokat, majd birtokain különböző ipari létesítményeket, manufaktúrákat alapított, például Kisbéren is, és korának legsokoldalúbb ipari vállalkozója volt. Nevét a víz ellenében úszó hajói tették ismerté, amely a jobb oldali képen is látható. Ezt Bucentaurusnak nevezték, és valószínűleg lójárgánnyal hajtott lapátkerekes vízi alkotmány volt, amely nagy feltűnést keltett a korabeli Bécsben. Mindig, mikor megörökítették a metszeteken, akkor nagy álmélkodó tömeget is ábrázoltak, hogy hogy tud a víz ellenében haladni. Ő volt az, aki Bicskén az apja által emelt kastélyt átépítette Hild János tervei szerint 1796 és 99 között új alaprajzú korabarokk késő klasszicista kastélye. A három szárnyú két emeletes 64 helyiséggel bíró kastély keleti szárnyát képezte az apja által emelt épület, és a Tódora kastély körül jelentős angol parkot is kialakított, amely az elsők között volt Magyarországon. Gazdaság és kulturális központtá tette a települést, Nagy Károly részére csillagvizsgálót és a hegyi kastélyt építette Pollak Mihály tervé alapján, és itt is van, ahogy olvastam, ez a legenda, ami körmenden is, hogy a két kastélyt fogadta járható alagút kötötte össze, és a kastélynek a keleti szárnyán hajtott végre klasszicista átépítéseket, és új lépcsőházat is épített vörösmárvány dór oszlopokkal, amely ma is megvan, és a jobb oldali képen látható. Aztán a Batthyány Lajos miniszterelnök, ők annyira kortársak voltak, hogy egy évben születtek, viszont ő nem a hercegiákhoz tartozott, hanem a zikervári grófiákhoz, és az 1840-es években ő lett a főrendi házi ellenzéknek a vezére. 1848. márciusában őt nevezte ki István Nádor az első felelős kormány miniszterelnökévé, és fő eredménye a honvédség megszervezése volt. 1848. októberében lemondott, majd részt vett a Windischgrätzhez küldött küldöttségben, amit ugye itt Bicskén találkoztak, illetve Lajos pont nem találkoztak, és végül Pesten tartóztatták le, és 1849. október 6-án végezték ki az aradi vértanúkkal egy napon. Itt látható az ikervári kastélya, illetve szobra, amit Ibből Miklós tervezett. A kortársuk Batthyány Fülöp volt, ő viselte leghosszabb idege hercegi címet. Ő egy vasi ezred főparancsnokaként szolgált a napóleoni háborúkban, ahol ezredesi rangot nyert. 1814-ben a körmendi vár kertjében talált kincsleletet a Nemzeti Múzeumnak adományozta. Jobb oldalon az általa épített monumentális, klasszicista stílusú enyingi templom látható. Itt pedig középen a körmendi kincs. Bal oldalon, ez a körmendi kincs egyébként a legjelentősebb magyarországi 15. századi kincslet, aranyozott ezüst tányérokból, illetve egyéb kiegészítőkből áll, amik itt a képen nem láthatók. Ez a Nemzeti Múzeumnak az állandó kiállításán van, nálunk a másolata, ami megtekinthető. Bal oldalon a körmendi várkertben állított obeliszk, amit
az ősi emlékére állítatott, 20 méter magas, csúcsán pedig a Batthyányeknek a címerállata, a pelikán látható. A jobb oldalon szintén a Batthyány főpap által állított a körmendi főtér közepén Mária Immaculata szobor van. És miután a örökös főispánnál választották, ezt a hivatalt már személyesen csak ritkán töltötte be, és a megyét többnyire adminisztrátorok vezették, ekkor kezdődött a Batthyányeknek a visszavonulása igazából a politikából, illetve a vezetésből, és ezután már nem is jelentek meg ott többet, leszámítva a miniszterelnököt. Az 1825-27 évi országgyűlésen Batthyány Fülöp Széchenyi István után a második legmagasabb összeget ajánlotta fel a Magyar Tudományos Akadémia megalapítására, ugye ezt is mindannyian tanuljuk, hogy Széchenyi 60 ezer forintot adott, Fülöpről nem emlékezik meg senki, pedig 50 ezer forintot ajánlott föl. 1830-ban elrendelte, hogy uradalmaiban a gazdasági ügyvétel nyelve a magyar legyen, és ezt egy német-magyar gazdasági szótárral is előkívánta segíteni. 1848-ban még megválasztották az idős herceget a megyei bizottmány tagjának, azonban a szabadságharcban már nem vett részt. És az ő élete egy jó példa is, hogy hogy változott a Batthyányok helyzete 18. század végétől, hiszen a Batthyányi Fülöp kezdetben még katonaként szolgálta a hazáját, utána már viszont visszavonult, és ezután a vagyonát nem kímélve szolgálta a magyarság, a magyar nyelv és a kultúra ügyét, és így tettek a hercegi címet öröklő utódai is. Bár ez nem igaz annyira Batthyányi Gusztávra, hiszen ő nem Magyarországon élt, Batthyányi Fülöpnek nem volt gyermeke, ezért örökölte aztán Gusztáv a hercegi címet. Nagyrészt Bécsben és Milánóban töltötte a gyerekkorát, és a szabadságharc levelése után Kázmér öccse javainak elkobzását követően eladta a magyarországi birtokait, amiket lehetett. Már ekkor Angliában élt, és miután megörökölte az uradalmat, a körmendi uradalmat 1870-ben, bérlőknek adta ki, ahogy a többi uradalmakat is, és 1843-tól saját versenyistálóval rendelkezett Angliában, beválasztották az előkelő jockey klub tagjai közé. Pompás versenylovai voltak, amiken még maga is lovagolt, még 50 éves korában is, és Galopin nevű lova nyerte az 1875 évi Epsomi Derbyt. Az idős Gusztáv herceget a halála Newmarketi lóversenypályán érte, és futam közben szívrohamot kapott, miközben istáló egyik legkiváló versenylova megnyerte a versenyt. Hazafiasabb viselkedést tanúsított Batthyány Ödön, aki fiatalkorát nagyrészt szintén Magyarországtól távol töltötte Angliában, ugye apja mellett, és örökölte az apja lóversenyek iránti szenvedélyét, azonban az ő sikereit nem tudta megközelíteni. Itt nem a lóversenypályán, hanem a tengeren lett igazán híres. Az angliai jachtversenyeken a Flying Cloud és a Krim Hilda nevű hajóival ért el a legnagyobb sikereit, és magyar újságcikkek is erről tudósítottak, hogy az angliai vitorlássportban egy magyar főúr milyen remek eredményeket ér el. Széchenyi Bélával és Erdődi Gyulával megalapították a Balatoni Jacht Egyletet, és ennek parancsnoka Batthyány Ödön lett. 1883-ban már idősen örökölte meg 57 éves korában a hercegi címet, és akkor úgy döntött, hogy Körmendre költözik. Először is felújította a körmendi várkastélyt, amelyet végleges otthonának tekintett. Látható egy karikatúra róla 1874-ből, amikor tengerészként ábrázolják, illetve az egyik szkúnere, valamint egy jachtegylet alkkártyája. A felújítás mellett, amit Körmenden elvégzett a kastélyon, a másik szenvedélye a vadászat volt, ezért rögtön oda költözése évében fölépítette a vadászlakot, és helyi és az országos egyesületeket bőkezően támogatta, mindig kölcsönzött az adott országos kiállításokra és fegyvereket, például 1914-ben hunyt el Körmenden. Utóda, mivel nem volt gyermeke, ezért Batthyány Stratmann László lett a családnak a köpcsényi ágából, a 20. századi Batthyány a kiemelkedő egyénisége. Köpcsényben él tehát, még megörökölte a hercegi címet 1915-ig, és ekkor nem csak a
nem csak óriási birtokokat örökölt, hanem hercegi címet és a Strathmagn nevet is, hiszen ez az együtt járt. És Körmendele településekor 1920-ban első dolga volt, hogy egy szemkórházat rendezzen be az egyik melléképületben, és korszerű szemészeti klinikát hozott itt létre. Évente 3-4 ezer beteget látott el. Itt látható a Köpcsényi kórháza, illetve egy térkép, amelynek a központjában Körmend található a Rába mentén, és azt mutatja a térkép, hogy az első években honnan érkeztek a betegei, tehát nagy részt a Vas megyéből, Zala megyéből és Győr megyéből jöttek hozzá. A műtéteit ingyen végezte, és így támogatta a rászoruló szegényeket. A kórháznak a fenntartása a hitbizományi birtokok jövedelmének a kétharmadát emésztette fel. Tehát még más főurak szórakozásra költötték a pénzt, addig ő ingyenesen gyógyította a szegény betegeit, és a végrendeletében azt idézném, hogy is határozta meg életcélját. Életem egyik fő feladatának tűztem ki, hogy orvosi működésemmel a szenvedő emberiségnek szolgálatot tegyek, és ezáltal a Jóistennek tetsző dolgokat cselekedjen. Az Úristen kegyelméből évek hosszú során át napról napra dolgoztam kórházamban, tehetségemhez képest segítve beteg ember társaimon. E munkám forrása volt számtalan kegyelemnek, és azon sok lelki örömnek, amely a magam és a családom minden tagjának lelkében uralkodott. Ha boldogok akartok lenni, tegyetek másokat boldoggá. Ez volt tehát a jelmondata gyakorlatilag. 2003-ban II. János Pál pápa Rómában avatta boldoggá, és Batthyány családnak jelenlétében is hatalmas ünneplő tömeg előtt. Látható a keresztje, amelyet saját maga készített, amely halálos ágyán is velé volt. A Németújvári Ferences templomban található sírja, illetve a Körmenden az ő emlékére szentelt és emelt emléktemplom. És akkor még egy embert emelnék ki a grófiákból, ez Batthyány Gyula, aki szinte kortársa volt Batthyány Stratman Lászlónak, festőművész, grafikus volt. Felesége Károlyi Zsuzsanna révén került az ő birtokába a Bicskei kastély 1914-ben. 1920 körül a kastély keleti szárnyát építette át, és a hegyi kastélyt is berendezte, Nagy Mihály mauzóleumát pedig befejezte. A park melletti mesterséges tóra japán házat és japán hidakat építette, ahol dzsunkás vízi ünnepségeket rendezett, és 1928-ig volt a birtokában a kastély. A herceg jár további sorsáról. Batthyány Stratman László fia 1945-ig élt a Körmendi kastélyban, amikor is a Batthyány család szétszórodott a világban, és ezen a képen Batthyány Stratman László, II. László áll középen a három gyermekével, melyik az Ádám? A karban, aki van, ő az Ádám. Tehát sajnos szétszórodtak a világban, jelenleg leszármazók élnek Magyarországon, Ausztriában, Németországban és Dél-Amerikában többek között. Jelenlegi herceg Batthyány Stratman László dédunokája Bécsben él. És akkor fentiekben ismertettem az előzőekben a Batthyány család férfi tagjait, de szinte mindegyik mögött állt egy nő is, minden sikeres férfi mögött áll. Például Svetkovics Katalin, Svetkovics Erzsébet, Zrínyi Dorica, akik a laikus gyógyításaikról voltak híresek. Bal oldalon Zrínyi Dorica, jobb oldalon pedig a leghíresebb gyógyító nagyasszony, Lobkovics Poppel Éva. Akinek a férje Batthyány II. Ferenc lett, méghozzá Balassi Bálintnak is köszönhetően, hiszen Batthyány Ferencnek barátja volt Balassi Bálint, és támogatta őt anyagilag. Cserébe a költő verseket írt Batthyány Ferencnek, és ezekkel udvarolt Lobkovics Poppel Évának, és hát ki tud ellenállni Balassi Ferenc verseinek, és meg is kötetett a házasság. Az asszonynak híres patikája volt, és igen jól felszerelt orvosi eszköztára, számtalan receptje. Különböző ásványi eredetű anyagok, gyógynövények és különféle kémiai és fizikai eljárásokkal készített orvosságok alkották a házi patikáját. Az udvar asszonyai, a bábák és a gyógyítók használták ezeket, és Poppel Éva elsősorban a szülőnők és gyermekágyas asszonyok bizalmát bírta. Tudatában volt annak, hogy milyen különleges testi-lelki állapotot jelent a terhesség,
és milyen különleges bánásmódot igényel az állapotos környezet részéről. Alig akadt olyan főúri család, ahova ne ő küldött volna tapasztalt bábát, vagy ahol nem az ő receptjei szerint kezelték a gyermekeket. Aztán Batthyány II. Ádám felesége, Stratmann Eleonóra, ő nem csak a Stratmann nevet hozta Batthyány családba, Bécsben Dichöne Lóriként emlegették, és a kezéért többen versengtek, még a fiatal II. Rákóczi Ferenc is beleszeretett. Végül azonban Batthyány II. Ádámot választotta házastársul. Mindössze 10 évig éltek együtt, és ekkor hirtelen meghalt Batthyány II. Ádám, 31 éves korában megözvegyült. Ezután fiai gyámjaként irányította a kiterjedt Batthyány birtokokat, amelyeket após a férje és sógora adosságai miatt rendkívül nehéz helyzetben vett át, meg még ott volt a Rákóczi szabadságharc is problémaként. 1741-ben bekövetkezett haláláig nagy adósságokat tisztázott, jelentős birtokokkal gyarapította a családi vagyont, és hatalmas összegekkel tartoztak neki különböző bankok és főnemesi családok. Siklósi vár helyreállítását is és kiépítését is ő fejezte be. Bécsben vásárolt egy 3 tömbből álló palotát, amit egy épített, és ő elkészítette, mivel Ludbreget is megvásárolta, egy horvátországi települést, ahol Jézus vérét őrzik a hagyomány szerint, és ennek készítette ezt a gyönyörű ereklyetartót. Jó kapcsolatban volt az osztrák hadvezérrel, Savoyai Jenővel. Ennek a képnek a felirata a család nőtagjai, egy hosszúhajú férfit ábrázol valójában. Tehát ő Savoyai Jenő herceg, akivel nagyon jó fővezére volt gyakorlatilag az osztrák birodalomnak, és nagyon jó kapcsolatban volt, híresen jó kapcsolatban Stratmann Eleonóra. Nőtlen volt, és együtt jártak az udvari mulatságokra táncolni, a vadászatokra és a kártyapartikra is. És családi vagyont aztán a végrendeletében Stratmann Eleonóra örökölhetővé tette első szülöttségi ágon, ahogy a Stratmann nevet is, úgyhogy a hercegi név és a Stratmann, vagy a hercegi cím és a Stratmann név az együtt jár azóta is. Végül a 20. századra is jutott egy nagy formátumú női személy, Colette Mária Batthyány Stratmann Lászlónak a felesége. Képén még, az első képen még csak 2 gyermekükkel, a 21 éves korában elhunyt Batthyány Ödönnel, illetve Batthyány Lilivel láthatóak, másik képen pedig 8 gyermek látható. Mária cellben készült ez a fénykép a családról. Összességében azonban 11 gyermeket neveltek föl Köpcsényben, Körmenden, és nem csak a gyermekek nevelésében vett részt, hanem társa volt a férje munkáiban is, hosszú éveken keresztül asszisztálta a rendelésein és a szemműtétein. És hogy mit adott Magyarországnak a Batthyány család? Ezt láthattuk az előzőekben, hadvezéreket, országbírót, nádort, miniszterelnököt, bíborost, püspököket, számos várat, amelyek itt körben láthatóak a rollapokon, kastélyokat, templomokat, a második legjelentősebb családi levéltárat, és a második legjelentősebb családi fegyvertárat országosan. Látható egy-egy példányuk a levéltárból, illetve a fegyvertárból egy részlet. Könyvtárakat állítottak föl, támogatták a könyvkiadást, a tudományokat, a szegényeket és az egyesületeket. És a Batthyány család államférfiai megértették, hogy a rang, a vagyon, a tudás, nagy felelősség, és vállalták a szolgálatot. Összegezve, közel 400 éven át a magyar uralkodó osztályvezető rétegéhez tartozó Batthyányok minden nemzedékében akadt olyan kimagasló személyiség, aki az osztály részéről jutott nagy hatalomnál fogva, a vagyonnal és a hatalommal jól sáfárkodva nem csak a saját és családja érdekeit szolgálta, hanem a nemzetügyért is komoly áldozatokat hozott. Köszönöm a figyelmüket! Köszönjük szépen, és itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem elnök asszonynak, Batthyány Katának, Batthyány Ádám úrnak, illetve igazgató úrnak, hogy elfogadták meghívásunkat. Köszönöm.
Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeim! Közel 4 évtized távlatából el kell mondanunk, hogy sokszor igen nehéz helyzetben, anyagi támogatás nélkül szerveztük meg a rendezvény sorozatot. Köszönjük Bicskeváros képviselőtestületének, hogy évről évre egyre jobb körülmények között jelentős plusz forrás biztosításával rendezhetjük meg a bicskei napokat. Köszönjük polgármester úrnak és alpolgármester asszonynak, hogy fontosnak tartják rendezvényünket, és mindig számíthatunk az önök, illetve a testület támogatására. Kedves közönségünk, köszönjük, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel. A 38. bicskei napok ünnepies megnyitója véget ért, de még egy picit átadnám a szót akkor elnök asszonynak. Köszönöm szépen, én oda sem mennék arra az oldalnak. És ez nagyon, Péter, először neked szeretném megköszönni, mert én gyönyörűen, és ez az érdekes, amikor valaki más beszél a Batthyány családról, mert az olyan furcsa, amikor a Batthyány család önmagáról dicséri, meg mondja, hogy miket tettek. De köszönjük szépen, és egy emléket adatok a mai napról. Urat is egy ajándékkal hadd legyen meg. Ez egy fejlőzenem, hogy beszélgetések vágatlanul a polgár.hu oda készültek, de ez a lényeg, hogy ez beszélt, tehát, hogy nincsen megvágva. És a másik pedig az, hogy a keresztény értékekről és olyan emberek, mint például Maroth Miklós, Kásler Miklós, ez tavaly készült, és novemberben volt a könyv bemutatása. Kedves vendégeink, hát akkor a 38. bicskei napok ünnepélyes megnyitója véget ér. Rendezvényünk zárásaként Bálint Istváni alpolgármester asszony pohárköszöntőjével egybekötve nagy szeretettel várjuk Önöket egy kocintásra és baráti beszélgetésre itt a Kultúrkúria udvarán. Köszönöm szépen, hogy eljöttek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Én nagyon szépen köszönöm a Batthyány családnak és igazgató úrnak, hogy ezt a nagyszerű előadást és ezt a nagyszerű rendezvényt elhozták ide hozzánk, aki ma itt volt velünk. Az egy pillanatra sem bánta meg, hogy velünk töltötte ezt a lassan 2 órát, kicsit már több. Én nagyon jól éreztem magam, remélem mindenki ezekkel az élményekkel tér haza. Én mindenkinek jó egészséget kívánok a hátralévő napokra is, és a mindennapokra is, és azt kérem Önöktől, hogy legyünk egy ilyen jól szerveződő és összetartó közösség, mint amilyenek lettünk, vagy amilyennél váltunk az elmúlt esztendők során. Mindig el szoktam mondani, szerintem jó úton vagyunk. Egészség! Thank you.
Thank you.
köszönjük szépen a Pannoniád gyermekkórusnak, hogy elhoztátok ezeket a csodálatos dalokat. Nagyon szépen szóltatok.